Első kérdés Liának. Mit adott neked az új darab, a dolgok, amikért érdemes élni szakmailag és érzelmileg? Fú, na az a baj, hogy szerintem röviden, kevés lenne, úgy, nem tudom. Nézd, ilyen sok kérdés van. Jó, nem. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy egy csomó mindent belesűrítettem ebbe az előadásba, amit így a 46 év alatt tanultam. 23. Vagy 23. Tanultam akár szakmailag, vagy saját magamról, hogy valahogy olyan, mint egy ilyen összegzés. Összegzés, amit tudok, érdekes, mert akár az improvizáció, vagy amiről mindig gondoltam, hogy érdekel a pszichológia, és fontos az, hogy tudok emberekre figyelni, és ezt, hogy valamilyen területén az életemnek kamatoztatni kéne, és egyszer csak egy csomó minden így összeállt ebben. Mi segít, ha nem vagy az aznapi előadás hangulatában? A pia, nem. Rendszeresen. Nem. Hát maga az előadás, tehát maga, nem tudom, tehát hogy valószínűleg ahogy az ember beérkezik, akkor még, tehát van olyan, hogy nincs hangulata, nagyon ritkán, de van olyan, nagyon van ritkán fordul elő, és akkor általában az, hogy az ember fölöltözik, átveszi a ruháját, tehát ezek mind, és akkor egyszer csak, amikor már itt áll a takarásban, akkor a már igazából... A szertartás része. Hát tulajdonképpen én nem nevezném szertartásnak, inkább az, hogy ahogy már az ember fölveszi, akkor egyszer csak fölveszi azt a hangulatot, és mondjuk ha belép már a színpadra, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már benne is van. Tehát, hogy mi az, amit otthonról hoztatok, és szeretnétek átadni a gyerekeiteknek? Húha! A marha húsleves receptjét. Nekem is átadhatod, mert jó, csak jó. A gyerekeiknek. Például nekem a változás, és ahhoz, hogy lehet hozzászokni, mert annyit költöztünk gyerekkoromban, rengeteg helyen laktunk, tehát 30-ig számoltam, és utána nem, és nekem állandóan föl kellett venni a fonalat. Tehát, hogy nyitottnak lenni, és az új helyzetekre rögtön reagál. Tehát, hogy ne zárjuk le a lehetőségét valami változásnak. Van neked a gyerekkorod ilyen volt, ugye? Igen, igen, igen. Aha. Neked? Hát nekem... hát én nem tudom ezt megmondani igazából, hogy mi az, amit otthonról. Hát talán az ilyen maga a családi összetartozás, hogy nem tudom, tehát az, hogy a másikért mindent kell megtenni, vagy nem tudom. Nekem elváltak a szüleim, tehát én nem nagyon... Tehát igazából édesanyámmal nőttem fel, tehát édesapámat nem is nagyon láttam, de kevésszer. Tehát igazából ezt, hogy ezt valahogy tartsák meg, ha bármit hoz az élet, akár egy válás, mint az én szüleimnél, akkor is ez valahogy meg tudjon maradni, ez az összetartozás. Ha egy napra állattá változnál, melyik állat szeretnél lenni? Uh-huh. És gondolom, hogy miért. Azt a mindenit, de nehéz, mert pár évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy a fekete párduc. És miért? Azért, mert... Megbeszéljük. Igen, de már... Ragadozó. Igen, de már egyáltalán nem. Elfogadom a válaszodat. Mi volt az eddigi legnagyobb bakid színházban? Játszottunk egy előadást, amiben a György Nusival és a Botos Évával rendszeresen, amíg a fiúknak volt egy hosszú jelenet, az én öltözőmben csacsogtunk. Ezek ilyen hatalmas, abroncsos ruhák voltak, tehát alig bírtunk leülni ezekben a szoknyákban. És hát picike öltöző, és hát a széken volt egy csomó saját ruhanemünk. És az volt, hogy hívás, rohantunk be a lányokkal a színpadra, és amire emlékszem, hogy éjszaka jelenet, és be kellett volna a György Nusival lépnünk, és a Botos rántott vissza, mert a nagy abroncsos szoknyám csipkébe a saját fekete melltartóm így fölakadt, és így lógott hátul, de azzal a lendületen vissza, várjál leszedem. És akkor volt visszaért. Így, tehát nem jött be velem a melltartóm, ja, de majdnem. Rántott hús vagy pörkölt? Ja, van még három kérdés. Rántott hús vagy pörkölt? Hát most már rántott hús. Azért régebben pörkölt, de most már rántott hús. Kutya vagy macska? Kutya, most már kutya. Egyébként kutya. Régen macska, de most már kutya. Tehát ez változik. Jól válaszolj. Valami Amerika vagy üvegtigris? Jó, mondd, amit akarsz. Hát, valami Amerika. Köszi. Mit nem szerettek egymásban?
Melyik nemzet habitusa áll hozzád a legközelebb? Hát nem tudom, talán az angoloké. Nem tudom, én nyilván a foci miatt is, mert nagyon szeretem az angol focit. Tehát én meg szeretem Nagy-Britanniában ezt a, tehát hogy ott van egy királynő, hogy azt mondom, van egy ilyen tradíció, hogy ott azt úgy elfogadják, hogy szeretik, úgy imádják. Tehát a magyar után azt gondolnám, hogy talán Anglia. Szeretem a kultúrájukat, szeretem a szokásaikat, nyilván a fociukat is nagyon szeretem, sokszor nézem. Volt már olyan, hogy nemet mondtál egy szerepre, és utána megbántad? Nem. Ha lehetne egy kívánságotok, ami biztos, hogy valóra válik, mit kívánnátok? Hát, ha az emberek gyerekei vannak, akkor én nem tud másra gondolni, legalábbis én. Igen. Tehát általában az, hogy velem mi van, az már mindegy. Igazából a gyerekeim boldogságát nyilván azt kívánja az ember. Teleportálás vagy gondolatolvasás? Gondolatolvasás. A pohár félig üres vagy félig tele? Félig tele. Tea vagy kávé? Kávé. Mennyi időd jut pihenésre egy héten? Órában? Hát nem tudom, a tested azért alszom. Jól szoktam aludni. Nem tudom, kevés. Attól függ egyébként, mert mondjuk ha próbálok, akkor kifejezetten kevés. Mert akkor ugye a délelőtt az próbálva telik, a délután gyerekekkel, ami bizonyos szempontból pihenés, bizonyos szempontból nem. Este meg vagy előadás, vagy mondjuk velük vagyok, attól függ. De ilyen bírható energiailag, azt gondolom. Aztán, ha nem próbálok, akkor az nagyon jó. Meg én általában a sportot is pihenésnek használom, ha vásárolok, bár nem szoktam annyit, de hogyha mondjuk vagy nézelődök, ezek mind pihenésre. Tehát mondjuk, ha nem próbálok, akkor több időm jut, és akkor többet járok sportolni, többet járok a plázákba, és több új dolgot veszek magamnak, mint egy nő. Melyik házi munkát utálod, illetve melyiket szereted a legjobban? Mosogatás utálom a legjobban. És melyiket szereted? Vasalást. Azt szereted? Uh-huh. Nekem csomószor vannak itt ilyen ingek, amiket kikéne. Tehát akkor együtt játszunk, akkor majd mindig meg. Nem azt mondom, hogy ragaszkodom hozzá. De azt szereted a legjobb. Azt szeretem a legjobb. Melyik a kedvenc versed? Ójjjj, ez nem ugye? Nehéz kérdés. Ugye? Amit nagyon szeretek, az a Szabó Lőrincnek a Csiga Biga című verse. Most nem fogom elmondani. Jó. Mindenki keresek. Gratulálunk, kiálltátok a most kérdeztek próbáját, már csak egy kérdés maradt. Étcsoki vagy tejcsoki? Étcsoki. Tejcsoki. Tényleg? Igen. Akkor ezzel nem fogunk összevezni.